csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Pataki Márton, az Együtt Budapesti elnöke, stúdiónk vendége. Szép jó reggelt! És ha megtalálnám a puskámat, akkor el tudnám mondani, ha a kollégáim nem vették volna el az órom előtt, hogy 16-a van, és péntek reggel a zsinagógai naptár szerint természetesen 5777, Kiszlév hónap 16. napja. Üdvözöljük az Etelkákat és az Alettákat, érdekes név. Már is itt van stúdiónkban az Együtt Budapesti elnöke, Pataki Márton. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Milyen dolog ilyen korán reggel felkelni? Hát a együtt jár a politikusi léttel. Mikor határoztál, hogy politikus lesz? Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően idealizmusból lesz az ember politikus, tehát hogy gondol valamit a világról, és szeretné, hogy olyan legyen, és egy idő után rájön arra, hogy erre a legjobb eszköz az, hogy másokat meggyőzzen a saját világképének, a saját világnézetének a helyességéről. Én amikor egyetemre mentem, akkor bennem már voltak ilyen típusú ambíciók, hogy egyszer majd szeretnék politikus lenni. De hogy tanult az egyetemen? Közgazdaságtant, azon belül pénzügyet. És már akkor eldöntött, hogy egyszer politizálni fog, és hogy jött, találkozott az együtt valamelyik politikusával, és az azt mondta, hogy üljünk le egy kávéra, és egyeztessünk, vagy hogy? Hát nem, igazából amikor Bajnai Gordon 2012. október 23-án bejelentette a mozgalmát, akkor én korábbról ismertem Szigetvári Viktort, és akkor megkerestem őt, hogy a lakhelyemen, a harmadik kerületben ott szívesen megszervezném az együttnek a helyi csoportját, illetve szívesen lennék képviselőjelöltje is az együttnek. Az akkor nem sikerült, vagy tehát, hogy akkor végül is nem én lettem, hanem akkor egy MSZP-s jelölt lett abban a választókerületben, de hogy én végül is maradtam az együttben, és hát később, már 14-es választások után, akkor az együtt választmányának lettem az alelnöke, akkor ott Bajnai Gordont helyettesítettem ebben a pozícióban, és aztán 15 februárjától pedig a tagja vagyok az elnökségnek, és később lettem a budapesti elnök is, úgyhogy így fokozatosan az új arcok egyikeként kerültem be a politikába. És most már gyakorlatilag főállásban. És akkor az alapszakmáját már nem is gyakorolja? Nem. Semmi pénzügy, semmi közgazdaság. De azért azt gondolom, hogy a politikai kérdések azoknak a jelentős része közgazdasági természetű. Tehát én jó hasznát veszem a egyetemen tanultaknak. Mindjárt megnézzük majd, amikor lapszemlézünk. Azt mondja nekem, hogy 18-ban megint a harmadik kerületbe indul, és megint lemond majd az MSZP javára. Tehát már is van egy paktum, hogy újból együtt fognak indulni? Nem, nincs semmiféle paktum. Azt döntöttük el a szeptemberben a küldőgyűlésünkön, hogy mi mindenképpen önálló listát fogunk indítani. Azt gondoljuk, a választókerületben? Nem, tehát ugye ez egy országos lista, ugye mindenkinek kettő szavazata van, az egyikkel egy listára szavazhat, a másikkal pedig egy egyéni képviselőjelöltre, és a parlament nagyjából fele-fele arányban áll össze a két csoportból, a listáról bekerültek közül és az egyéni körzeteket megnyert képviselők közül, és mi azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ne kövessük el a 2014-ben elkövetett hibát, kell nyújtanunk egy megújulást sugalló lehetőséget a választóknak, ezzel tudjuk őket majd arra rábeszélni, hogy érdemes elmenni szavazni, mert hogy nem szükségszerűen kell folytatni azt, ami az elmúlt 30 évben történt, hanem lehet egyfajta korszakváltás a magyar politikában, de emellett azt is látjuk, hogy az Orbán kormányt le kell váltani, tehát hogy egy tragédia az, amit az országgal tesznek, és ez az szükséges, hogy az egyéni körzetek döntő részében csak egy ellenzéki jelölt álljon a Fideszessel szemben, és ennek érdekében mi az előválasztást gondoljuk egy jó eszköznek. Ezzel kapcsolatban meglátjuk, hogy lesz-e, vagy nem lesz. És lesz előválasztás ön szerint? Hát az ön barométere mit mond? Mi azt szeretnénk, hogy legyen. Szeretnék látni azt, hogy a többiek is köteleződjenek el ebben. Azt gondolom, hogy a technikai részletek valószínűleg nem érdeklik a nézőket, hogy kell ezt lebonyolítani. Az a fontos, hogy ahol nekünk vitáink vannak, már hogy az alapvetően arról szól, hogy mi az ő jelöltjeiket nem találjuk jónak, nem találjuk alkalmasnak arra, hogy egyébként ezt a feladatot betöltsék. Ők meg valószínűleg hasonlóan gondolkodnak, akkor minek közösködnek velük? Hát, mert azt látjuk, hogy ha az egyéni körzetekben szétszavaznak az ellenzéki szavazók,
akkor biztosan a fideszesek fognak nyerni. Tehát, hogyha... Akkor amikor azt mondja, hogy ellenzéki szavazok, az annyit jelent, hogy tulajdonképpen a Jobbikkal is egyeztetnek? Nem egyeztetünk a Jobbikkal, de hát, ellenzéki szavazónak gondolom. Ellenzéki szavazók, a Jobbik szavazók is közöttük vannak. Tehát akkor... Ezt, igen, ebben teljesen igaza van, tehát az a fajta centrális erőtér, ami a Orbán Viktornak mondjuk így az ideológiájának a középpontjában áll, hogy egyébként van egy, mondjuk azt, hogy baloldali ellenzék, baloldali liberális, és van egy szélső jobboldali ellenzék, és a kettő között, és ez a kettő soha nem tud összefogni, ugye ez az, ami biztosítja azt, hogy a Fidesznek 2 millió szavazóval kétharmada van a parlamentben. Ez egy komoly probléma, de nem gondolom, hogy ezen úgy ez annak köszönhető, hogy vannak emberek, akik csak sopánkodnak, de amikor el kell menni szavazni, akkor vagy alszanak, vagy bulizni mennek, vagy strandra mennek. Igen, hát politikusként. Azt nem engedné meg magamnak, hogy a választókat bármilyen módon kritizáljam. Én nem a... vagyok politikus, én megengedhetem magamnak. Önnek ez sokkal könnyű. Én egy mezei újságíró vagyok. Minden beszélgetésben kell, hogy legyen egy olyan mondat, ami egész nap helyt fog állni. Mondhatjuk azt, hogy Pataki Márton megerősítette az első magyar, illetve európai zsidó közösségi televízió reggeli pirkadat műsorában, hogy az együtt semmiképpen nem fog a Jobbikkal együttműködni a 2018-as választásokon? Igen. Nem hallom ezt. Ezt én mondtam. Igen, az együtt a 2018-as választásokon nem fog együttműködni a Jobbikkal. Ezt így gondolja majd a pártelnök is? Igen. A Szigetvári Viktor egyébként éppen a múlt héten írt azt hiszem egy hosszabb véleménycikket ezzel kapcsolatban, hogy alapvetően tévedés az a gondolkodás, amit sajnos egyre több baloldali és liberális értelmiség is mond, hogy itt egy orcsipet kell használni és együtt kell működni a Jobbikkal. Ez egyébként választás matematikailag sincs így, tehát hogy nincsenek olyan típusuk, tehát hogy alapvetően az, ahol a baloldali és liberális tábor nyerni tudott, a jobbikosok egyáltalán nem erősek, tehát hogy ott gyakorlatilag teljesen értelmetlen is lenne velük együttműködni. És egyébként, tehát amikor a Jobbik gyakorlatilag a legerősebb párt, ők a parlamentben a legláthatóbbak, bármiféle együttműködésről beszélni, az csak a saját szavazóinknak az ellökését jelenti. Én azt gondolom, hogy ez egy súlyos stratégiai. Akkor azt mondja nekem, hogy a várható szentendrei választások is, ahol az MSZP és a Jobbik együtt fog szavazni, együtt fognak működni, az is egy ilyen példa lesz? Nem. Tehát, hogy nem működnek együtt. A egyik párt sem állított jelöltet. Van egy jól működő civil szervezet ott, a Társaság az Élhető Szentendréért. Egyébként az egyik önkormányzati képviselőjük, aki ott ugye ennek a civil szervezetnek a jelöltjeként került be a képviselőtestületbe, ő az együttnek a tagja, és ott a választókerületnek a vezetője is. De hogy ott azt gondolják, hogy a helyi szentendrei politikát azt alapvetően civil alapon kell csinálni. Ők ezt csinálják ebben a civil szervezetben, és gyakorlatilag a pártok, az MSZP, a Jobbik és az Együtt is belátta, hogy nem célszerű ott tehát pártos jelöltet indítani, de nem, tehát nem a Jobbik választotta ki a jelöltet. Korán reggel az én kis zsidó agyam az nagyon lassan működik, akkor segítsen. Az előbb megismételte, hogy az Együtt nem fog a 2018-as választásokon a Jobbikkal együttműködni. Most viszont, ha jól értem, akkor arról beszélünk, hogy van egy szentendrei civil szervezet, aminek a vezetője az Együttnek a tagja. Nem vezetője, de együtt, mindegy. Együttnek a tagja, ennek a civil szervezetnek a jelöltje, akit meg fognak szavazni az MSZP-s választók is és a Jobbik is. Tehát egy ilyen nem kimondott hármas koalíció, az Együtt, az MSZP és a Jobbik rá fog szavazni. Akkor ez mi, ha nem együttműködés? Csak segítsen nekem, mert reggel van. Igen, én azt gondolom, hogy a pártok azok nem tulajdonolják az ő szavazóikat, a szimpatizásaikat sem, azok saját maguktól el tudják dönteni, hogy a legjobb belátásuk szerint kire szavaznak. Kétségtelenül, hogyha egy párt nem állít valahol jelöltet, akkor az fogja jelenteni, hogy az ő szavazói majd máshol, más jelöltek között keresnek maguknak megfelelő választási lehetőséget, és valóban lehet egy ilyen gondolkodás, hogy aki Szentendre és Jobbikos, az nem fogja a Fideszes városvezetésnek a jelöltjét támogatni. De hogy ez a... Tehát, magyar, hogy ezért... A magyar nyelv olyan gazdag, akkor mondjuk azt, hogy nem együttműködnek, hanem önök arra fogják buzdítani a szavazati joggal rendelkező együtt tagjait Szentendrén, hogy szimpatizásait, hogy szavazzanak ugyanarra az emberre, akire a Jobbik is és az MSZP is
biztatja majd a szimpatizásait. Tehát én ezt nem gondolom együttműködésnek. Én arra biztatom most is a Jobbik szavazóit, hogy egyébként 2018-ban majd az együttes jelölteket támogassák. Akkor én most együttműködök a Jobbikkal? Ha a Jobbik pedig azt mondja, hogy ő nem állít sehol jelöltet, ahol az együtt jelöltet állít, hát a Jobbik, és azt mondják, hogy támogassák a mi jelöltjeinket. A Jobbik szerintem tehát mindenhol fog jelöltet állítani. Ön hisz az ingyen vacsorákba? Ez nem ilyen, igen. Tehát, hogy azt látták 2014-ben az önkormányzati választásokon, ahol az MSZP és a Jobbik is önállóan indult, hogy messze a Társaság az Élhető Szentendréért szerepelt a legjobban ezen a választáson. Tehát, ha most lesz egy időközi választás, akkor számukra az nagyon kínos lesz, hogy megnyeri a Fidesz a körzetet, egyébként a második lesz a TESZ, és utána majd ők a harmadik, negyedik helyért versenkednek egymással, miközben ugye kifelé mind a kettő azért küzd, hogy az ellenzék vezető erejeként tüntesse fel magát. Tehát ők valójában ezt a típusú percepciót szerették volna elkülni, ezt a fajta blamást, és ezért döntöttek úgy, hogy nem állítanak jelöltet. Egyébként a mi vezetésünkben is komoly vita volt azzal kapcsolatban, amilyen feltételeket a TESZ úgymond támasztott, tehát hogy ők ugye nem fogadnak el semmiféle pártlogót. Tehát nem arról van szó, hogy tehát jelöltállító szervként támogatjuk el, de hogy egyébként ők nem hajlandóak rátenni a szórólapokra mondjuk azt, hogy az együttnek a támogatásával lett a jelölt. Sőt, az is volt a kérésük, hogyha mi egyébként magunk szeretnénk ilyen szórólapot csinálni, hogy az együttnek a jelöltje, vagy az együtt támogatja a TESZ-t, akkor inkább ezt ne tegyük, hiszen ők egyébként nem csak ellenzéki szavazókra számítanak ott Szentendrén, hanem olyanokra is, akik országos politikában a Fidesz mellett állnak ki, de látják, hogy a szentendrei városvezetés rosszul működik, és ezért ott a helyi civil ellenzéket támogatják. Tehát én ezt semmiképpen nem mostanám össze egy országos együttműködésbe, ahol... Nem tudott engem meggyőzni, mindenesetre ez példaértékű lesz. Ön egy közgazdás, és a pénzszakmában nagyon otthon van, akkor nézzük a Magyar Nemzetet, amit kemény 235 forintért meg is vásároltunk. Ebből gondolom 2-3 zsömlét is lehetett volna venni. Nézzük meg, hogy mit profitálunk ebből a beruházásból. Pénznyelő Karcagon, mit mond önnek ez a cím? Hallott már erről a hírről? Igen, hát ez ugye inkább a bűnügyi és a bulvár hírek világába tartozik. Nem bántani akarom a Magyar Nemzetet. Hát ott egy helyi szélhámos. Tehát ami igazából a mögötte lévő történet, az egyfelől az, hogy sajnos a pénzügyi kultúra Magyarországon azért nagyon rossz cipőben van. Tehát hogy miközben kellene, én azt gondolom, hogy az iskolarendszeren belül is ilyen típusú képzést adni az embereknek, hogy ne dőljenek be az ilyen legócskább szélhámosoknak is. Ezt a típusú tudást nem szerzik meg, nincsenek tisztában azzal, hogy egyébként az ígért hozamoknak és a vállalt kockázatoknak milyen összefüggései vannak. Tehát, hogyha valaki óriási hozamot ígér, akkor hát vagy hazudik, vagy egyébként rendkívül kockázatos az a befektetés, amiről szó van. Itt ugye igazából egy piramis játékról van szó. Dága Márton, én arra gondolok, hogy ha van egy utazási iroda, az utazási irodákat valaki felügyeli, és a napnál világosabb volt, hogy itt pénzügyi akciók is vannak, akkor van egy nemzeti bank, van egy felügyelő szervezet. Lehet, hogy itt mindenki elmulasztott mindent? Hát ugye ez a legkisebb probléma lenne, már hogy ez egy helyi történet, tehát a Questorhoz képest, amit a pénzügyi felügyelet, amit ugye aztán beolvasztottak a Nemzeti Bankban, tehát Matolcs György személyes áttekintése mellett is éveken keresztül tudott működni a Questor, ahol ugye ügyfeleknek és milliárdoknak a sokszorosát sikerült eltüntetniük. Én azt gondolom, tehát ezek jogos kérdések, amiket ön feszeget, nincs rendben az, ahogy a pénzügyi felügyelet működik Magyarországon. Megint egy pénzügyi hír, ugye Magyarországnak rég nincs már nemzeti légitársasága, ehelyett szinte zászlós hajóként a vízén repül magyar színekben. Ime egy kis minuszos hír, államilag garantált haszonnal repül a vízér Budapesttől Nyugat-Balkánra. Igen, én egyfelől azt gondolom, hogy a vízérnek a története az egy nagyon jó példa arra, hogy miért nincs rendben az állami tulajdon, és miért kell alapvetően a piacra bízni a szolgáltatásokat. Ez a hír majd pont ezzel szemben megy, de hogy egyébként ugye mindenki azt mondta, hogy ahhoz, hogy Budapesten legyen légiforgalom, ahhoz, hogy a budapesti repülőtér működjön, ahhoz mindenképpen szükség van egy államilag évente sok milliárd forinttal támogatott légitársaságra, Malévra.
és aztán amikor a Malévot végül csak kénytelenek voltak csődbe engedni, akkor utána kiderült, hogy a piaci szereplők azt a fajta keresletet, ami Budapesttel kapcsolatban van, azt rögtön ki tudták szolgálni, és egyébként sokkal nagyobb is lett a forgalom azóta, rengeteg új turista jött a fapados járatok miatt. És akkor ugye ez a hír meg pont szembe megy ezzel, mert hogy arról van szó, hogy olyan balkáni járatokon, amiket egyébként nem tudnak nyereségesen üzemeltetni, és egyébként nincsenek ezeken a légijáratokon, nincs kínálat ezen a légijáratokon, ezeket a magyar állam akkor most a pénzügyileg megtámogatja, hogy legyenek ilyen típusú összeköttetések. Lehet érvelni az amellett, hogy ez egyébként jó, mert hogy ott akkor az üzleti-gazdasági kapcsolatokat fejleszti. Én azt gondolom, hogy itt még azt is gondolom, hogy lehet, hogy meg lehet ezt próbálni, lehet ebbe valamennyi állami pénzt tenni. A fő probléma itt az volt, hogy kifejezetten a Wizzairre írták ki ezt a fajta pályázatot, és nem is volt semmilyen másik pályázó, és azt gondolom, hogy ez minden esetben hiba, tehát hogy nem. Tehát ha egy pályázaton csak egyetlen egy szereplő indul, akkor ott ugye nincs verseny, ott az adófizetőknek az érdekei már nem jelennek meg. Én azt gondolom, hogy ez így szomorú, miközben magát a Wizzairt, tehát tényleg egy jó példának gondolom. Van nekünk még vagy 3-4 percünk. Ne beszéljük ilyen sokat. Nem. Azt szeretném, hogy jókedven távozna majd innét, úgyhogy a heti tévé akkor most 2018 választások után vagyunk, majdnem kormányt alakíthat nagy koalícióban az Együtt. Ön mondjuk a gazdasági miniszter pozícióját fogja megkapni a miniszterelnöktől. Valaki letesz az asztalra egy ötletet, hogy mégis legyen magyar légiközlekedési vállalat. Mi lesz az ön hozzáállása? Hát én azt gondolom, hogy a Wizzair az egy magyar légiközlekedési vállalat. Ha azzal lesz a javaslat, hogy egyébként az állam, mint beruházó, Állami arany részvénnyel, mint például van az izraeli Elál, ami egy zárt körű társaság, de arany részvénytársaság, de az államnak van benne egy arany részvénye, ami annyit jelent, hogy hadi állapot esetén, vagy olyan pillanatokban, amikor szükség van, bevethető legyen, és az állam érdekeit szolgálja. Ezért természetesen állami dotációt is kap. Ugye egyébként tehát az államnak, a katasztrófavédelemnek van lehetősége magántulajdonban lévő eszközöket is igénybe venni ilyen szükséghelyzet esetén, tehát csak emiatt biztos, hogy nem érdemes állami társaságot létrehozni. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag semmi nem működik jól, aminek egyébként piaci versenyben kell helytállni a másik társaságokkal szemben, és egyébként utána az állam a saját politikai, munkadói, bonyolult szempontrendszerét próbálja érvényesíteni nagyon-nagyon rosszul. Én azt gondolom, hogy minden ilyen esetben a piacra kell bízni ezt a dolgot, és hogyha egyébként szeretnénk, hogy legyenek olyan légijáratok, amiket piaci alapon nem lehet nyereségesen üzemeltetni, akkor azokra lehet egyébként szolgáltatást vásárolni. Én bármilyen más közlekedési ágazatban is ezt a verziót gondolnám jónak. Tehát akkor már is feltesem a következő kérdést, hogy akkor a magyar államvasutakat is privatizálná. Hát a magyar államvasutakat ugye részben privatizálták már, ugye a szállítmányozási ágat, a Rail Cargo Hungaryt, azt ugye már privatizálták korábban. Én utasforgalomra gondolok. Én azt gondolom, hogy tehát most nem nagyon lehetne bárkinek is eladni a magyar államvasutakat, az egy veszteséges üzem, viszont azt a szolgáltatást, amit ők ellátnak, ezt ugyanúgy meg kellene versenyeztetni, ahogy például egyébként a volánok esetén ezt már most is meg kellene tenni, ugye a uniós szabályok szerint, csak ugye Magyarország erre halasztást kér. Utolsó cikkünk mára azt mondja Orbán Viktor miniszterelnök, a magyarok nem akarják, amit Angela Merkel. Vége van a találkozónak, a vétóra nem került sor. Mi az Együttnek, illetve önnek a véleménye a migrációról? Angela Merkel kommentpolitikájáról. Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy az, hogy Angela Merkel mit akar, azt a magyarok nem tudják. Tehát, hogy Angela Merkelnek nincs Magyarországon szóvivője. Alapvetően nem van egy nagykövete. Meg nyilatkozik a televízióknak, meg olvassuk a Spiegelt, meg hát szinte nagyon, minden. Nagyon áttételesen jön át az, és különösen az, ami egyébként ezeken az európai találkozókon elhangzik. Tehát egyébként az Európai Bizottságnak sincsen Magyarországon senki olyan képviselője, aki a kormányhoz hasonló mértékben tudhatná előadni az álláspontot, és egy fiktív ellenséget teremt Orbán Viktor. De vannak képviselők az Európai Parlamentben, akiket mi választottunk meg, nem? Igen, de hogy ők a magyar válaszokat képviselik az Európai Parlamentben, és nem az Európai Parlamentet Magyarországon. Bár én azt se bánnám, hogyha ilyen feladatot is ellátnának, de nem akarom megkerülni a kérdést, tehát hogy
Mi azt gondoljuk, hogy természetesen, ha a világ minden országából ide akarnának jönni az emberek, akkor Magyarországot nem lehetne tovább működtetni, meg Európát se lehetne tovább működtetni. Ez viszont nem lehet ok arra, tehát az, hogy mi mondjuk egy csónakban ülünk és félünk attól, hogy túl sok ember miatt elsüllyedne, majd lehúznák, hogy egyébként, ha van a súlyoknak... közel 6500-an haltak meg a tengerekben, és még nincs is itt az év vége, csak ebbe az esztendőbe, ha már a csónakokról beszélünk. Igen, azt akarom kihozni belőle, hogy egyébként az, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni a világon, az nem lehet elég ok arra, hogy senkinek ne segítsünk, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy normál emberi magatartás az, hogy valamilyen számunkra még elviselhető mértékig próbálunk segíteni más embereknek, és én azt gondolom, hogy alapvetően, ha nem is volt tökéletes Angela Merkelnek a megközelítése minden pillanatban, ami nem is nehéz, ez a szemlélet inkább helyén való lenne Magyarország számára is. Patöki Márton, itt egy kamera. Azt mondja a kolléganőm, hogy köszönjünk el, nem köszönünk el. Itt a kamerája. Mondjon három olyan tömmondatot, amivel meg tudja győzni nézőinket, hogy miért is jó odafigyelni az együttre. Mit ígér az együtt? Mivel lesz nekünk jobb, hogyha odafigyelünk rájuk? Ime a kamerája. Szokatlan feladat. Tehát azt gondolom, hogy az együtt az egyetlen olyan párt Magyarországon, aki azt képviseli, hogy egyébként nyugat-európai társadalmi, politikai, gazdasági viszonyok azok iránymutatóak, azokhoz kellene nekünk felzárkózni, alapvetően átvenni az ottani megoldásokat, és hogy azt gondoljuk, hogy ami 90 után történt Magyarországon, akár a mai napig, ez ennek egy sikertelen másolata volt, tehát vissza kellene menni az alapokhoz, és azt is gondoljuk egyébként, hogy azt a fajta morális megújulást az csak új emberekkel lehet megoldani, akiket gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a magyar politikai mezőnyben szinte csak az együtt kínál a választók számára. És hát van egy erős szakértelem a mi részünkről, most ez egy kicsit fennhiányzóan hangzik, de hogy egyébként, ha valaki figyelemmel követ az együtt munkáját, gyakorlatilag minden hónapban kijövünk egy-egy ilyen szakpolitikai javaslattal, folyamatosan vannak konferenciánk, ezt más pártok nem nagyon csinálják, egyébként ma is lesz egy konferenciánk, a igazságtétel és jóvátétel, igazságtétel és kárenyhítés címszó alatt, ahol azt vizsgáljuk szakértőkkel együtt, hogy egyébként amikor az Orbán kormányt sikerül meneszteni, akkor egyébként ezeket a vagyonokat, amiket ők eltulajdonítottak, milyen módszerekkel és technikákkal lehet a magyar adófizetők számára visszavenni, és mindazokat, akiket egyébként kárt szenvedtek el az Orbán kormányzás alatt, milyen módon lehet legalább szimbolikusan kárpótolni. Az elmúlt percekben stúdiónk vendége volt Patöki Márton, az Együtt Budapesti elnöke. Aztán, hogy elmennek-e a konferenciáikra, hogy szavaznak-e rájuk, azt önök döntsék el. Minden esetben mindenkinek lehet egy álma. Patöki Mártonnak megadtuk a lehetőséget legalább álomba, hogy lehetett gazdasági miniszter pár perce. Aztán megnézzük, hogy a választások után majd 2018-ban hogy fognak önök dönteni. Minden esetre visszavárjuk. Hogy érezte itt magát nálunk? Köszönöm szépen, nagyon jól. Ugyan a sajtószemlét nem fejeztük be, de majd legközelebb. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Maradjanak velünk, hamarosan következik a következő vendégünk.